A Tolna megyei szakképzési centrum workshopot szervezett a City Catering Dombovár rendezvényteremben, ahova a város vezetői, intézményvezetői és vállalkozói voltak hivatalosak. A centrum kancellárja bemutatta a Szexárdon 270 millió forintos pályázati forrásból megvalósult ágazati képzőközpont munkáját, amit a megyében több helyszínen is megtesz majd. Arra törekedtünk, hogy azokon a helyeken, ahol a centrumnak iskolája van, ott mindenképpen legyen, azokon a helyeken, ahol erős a duális partnerség, erős az önkormányzat és a vállalkozók közötti kapcsolat, mindenképpen mutassuk meg ezeket a lehetőségeket. Így jöttünk Dombovárra is. Itt folyamatosan azt látjuk és tapasztaljuk, hogy van egy nagyon erős vállalkozói kör, van egy nagyon meghatározó önkormányzati vezetés, akik fontosnak tartják azt, hogy erős képzést legyen a városban, a cégek igényeinek megfelelően alakuljanak ezek a képzések, és természetesen ennek érdekében nagyon komolyan támogatják az iskolát is, az itt működő oktatási intézményünket erőteljesen támogatják. Tehát ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos, és ennek a szellemében azt gondoltuk, hogy kizárt, hogy Dombovára ne jöjjünk. Ez a projekt tulajdonképpen egy GINOP 627-es konstrukcióban megvalósuló projekt. Ennek a fő üzenete és fő célja az, hogy egy duális képzőhelyet, egy új típusú duális képzőhelyet hozzunk létre, amit ágazati képzőközpontnak hívunk. Elsők között hoztuk létre az országba. Ez elsődlegesen azt gondolom, hogy a fő üzenete az, hogy hogyan lehet együtt gondolkodni, együtt működni különböző cégeknek és egy oktatási intézménynek vagy egy szakképzési centrumnak, abban, hogy a tanulók minél magasabb szintű színvonal, egyre színvonalasabb oktatásba részesülhessenek. Ebből az összegből most egy tanműhelyet szereltünk föl, ami egy kifejezetten gépjárműipari oktatásra alkalmas tanműhely. Oda most a csúcs technológiát vittük be, kifejezetten az e-mobilitásra fókuszálva elsődlegesen. Ez azt jelenti, hogy preparált hibrid autó, elektromos autó, és persze természetes módon a klasszikus benzines autó is ennek ellenére megvan a rendszerben, az ehhez kapcsolódó mérőműszerek, emelők, gépjármű szervizeléshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre, és mellette pedig létrehoztunk egy Gradum Nonprofit Kft.-nek nevezett céget, amely cég kifejezetten duális képzőhelyként működik, ágazati képzőközpontként működik. Ez az ágazati képzőközpont jelen pillanatban közel 50 tanulónak a képzését végzi, és a specialitása az, hogy valójában oktatásszervezést végzünk ebben a Nonprofit Kft.-ben, és a tulajdonosaink a Kft. Tulajdonosi körére alapozva, az ő infrastruktúrájukra alapozva működik maga a tanulóknak a duális képzése. Én azt gondolom, hogy ez nem az iskolának a létesítménye, amiről most beszélünk, hanem ez egy klasszikus, valódi duális képzés kint a cégnél. Az iskolai műhely az azt a célt szolgálja, hogy az a lehetőség legyen biztosítva, hogy ami egy adott cégnél nincsen, vagy egy szerviz körülmények között nem mutatható meg, mert úgy kellene hozzányúlni egy autóhoz. Azt tudjuk megmutatni, tehát ez inkább egy ilyen kiegészítő tevékenység, nem ide visszük a gyakorlati képzést, mert nem ez a cél, hanem az a cél, hogy ide olyan technológiát vigyünk be, egy olyan csúcs technológiát, ami adott esetben valamelyik képzőhelyen nincsen meg, és ezzel kiegészítjük őket. A diákok elméleti oktatása a Tolna megyei szakképzési centrum intézményében, Dombováron, az Apácai Csere János technikumban, a gyakorlati képzés pedig a választott partnerszervezetnél történik. Mi azt látjuk, hogy nagyon sikeres. És azt tapasztaljuk, egyre több helyről jön vissza, hogy a cégek azért vállalják a duális képzést, mert munkaerő utánpótlásra van szükségük, és egyre többen látják és belátják azt, hogy ezt akkor a legegyszerűbb biztosítani, ha saját maguknak nevelik ki a munkaerőt. Nagyon jó példa, hogy van olyan cégünk, ahol 17-18 tanuló volt az előző időszakban, és 7 tanulót foglalkoztatnak most már azóta, tehát végeztek, és most már munkavállalóként vannak benn, sőt, olyannyira megismerték őket, és olyannyira bíznak bennük, hogy most egy következő képzésre is beiskolázták őket. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó folyamat, egy olyan folyamat, ami támogatja a fiatalokat, támogatja a helyben maradást, támogatja a további tanulási utakat, tehát egy komoly életpályát tudunk biztosítani a gyerekek számára. Akkor lennék igazán boldog, hogyha azt látnánk, hogy további céges együttműködések is kialakulnak, és nem
a klasszikus értelembe vett iskola cég közötti kapcsolat, hanem a cég és cég közötti kapcsolatok is ki tudnak alakulni. Ezek működnek egy más üzleti szempontból, viszont a képzési oldalon is nagyon fontos lenne, mert így egy sokkal nagyobb minőséget lehet elérni. Egyébként meg hát az infrastruktúrális fejlesztésben mindig szükség van fejlődésre, mindig szükség van nyitottságra. Nagyon-nagyon sok fejlesztést tudtunk az elmúlt időszakban megvalósítani különböző területeken, részben pályázati forrásból, részben saját forrásból, de hát az a cél, hogy a szakképzésben tanuló gyerekek a lehető legmagasabb szintű oktatásba részesüljenek. Az ágazati központban az elektromos és hibrid technológiák terjedéséhez alkalmazkodó, a régió lakossági és vállalkozói igényeinek megfelelő szakembereket képeznek ki. Dombóvár város polgármestere Pintér Szilárd egy jó lehetőségnek látja ezt az oktatásban. Nagy öröm volt részt venni Dömötör Csaba koncellevő előadásán, hiszen egy időutazásba vettem részt. 2018-19, amikor ez a gondolat először felmerült, onnantól fogva részt vettem ebben a történetben. Kancellár úrral többször egyeztettünk. Próbálkoztunk olyan gondolattal is, hogy Dombaváron egy ágazati centrum, önkormányzati résztvétellel, de időkörül időre a jogszabályok úgy változtak, hogy az önkormányzat kikerült ebből a történetből. Örömteli volt az a hír, hogy 2021-ben ők ezt létrehozták. Ez már idestóval 9 hónapja működik, és több mint fél tucat dombavári vállalkozó benne van ebben a rendszerben, ami azt jelenti, hogy dombavár környéki gyerekek is részesülhetnek ebben a juttatásban. Hiszem, hogy ez egy olyan kitörési pont, mind a vállalkozók, mind a részevő gyerekek számára, hogy a szakképzett munkaerő piacon jelenleg tomboló hiányt le tudjuk közleni középtávon.